Az ukrajnai Pokrovszk régiós ipari és logisztikai központ, ahol korábban mintegy 60 ezren éltek. A háború alatt a katonák ide húzódtak vissza a Donyecki frontról, hogy kicsit kipihenjék magukat. De ennek vége. Az orosz erők megindultak Kelet-Ukrajnában, és már hetek óta Pokrovszkot támadják. Ha a szénbányászatról is híres város elesik, az oroszok fontos közúti és vasúti kapcsolatokhoz férnek hozzá, és könnyen megindulhatnak Ukrajna egyik legnépesebb városa irányába. Pokrovszk külvárosa. Armáta! Ez a csapat hajnal óta folyamatosan tüzel az ágyújával. Azt mondják, hogy a tüzérség a háború istene. Felelős az ellenségnek okozott kár 90%-áért. Csak hogy az oroszoknak nagyobb a tűzerejük, és még több az emberük. A frontnak ezen a részén óriási a nyomás. Armáta! Az orosz gyalogság folyamatosan nyomul előre, ahogy ezen a felvételen is látható, amelyet élőben közvetít a parancsnoknak egy ukrán megfigyelő drón. De vissza a földre. Mi menedéket keresünk, míg az egység felkészül a megtorló tűzre. A reggel eseménydúsan telt. Visszaszorítottuk az ellenséget. Néhányukat megöltük, voltak, akik elrejtőztek, de rájuk is lőttünk. Akik még életben maradtak és tudtak mozogni, elfutottak, miközben egyenként tüzeltünk rájuk. Vasil parancsnok eltökélt, hogy megvédje Pokrovszkot. Nem fogják megszerezni Pokrovszkot, mert ha elesik, az nagyon rossz lesz. Szabad lesz az út, megnyílik az oroszoknak egyenesen Dnyipróba. Pokrovszknak 60 ezer lakosa volt. A vonatok már nem járnak. Az áram és a vízhiány, valamint az orosz tüzérség elűzte innen az embereket. Itt volt a Druzsba Hotel, ott pedig a Corleone pizzéria. 2023-ban csapódtak be ide először ellenséges rakéták. A Druzsba Hotelt tavaly támadták meg. Volodimir parancsnoka is a halottak között volt. Ebben a lakónegyedben még frissek az orosz támadás nyomai. Állítólag egy siklóbomba pusztított. Egy embert holtan találtunk az ágyában. Aludt, amikor a házát közvetlen találat érte. A szomszédos épületek és építmények kigyulladtak. A lángok 400 négyzetmétert borítottak be. Visszatérünk az állásunkhoz. Most jött egy újabb adag lövedék. De ez csepp a tengerben. Az ukránok szerint az a katonai támogatás, amit kapnak, alig elég arra, hogy megtartsák pozícióikat. Arra pedig semmiképp, hogy megváltoztassák a háború menetét.